Az idei év rendhagyó presztízs díjátadójának utolsó helyszíne a Bősárkányi Biotextima Kft. volt, ahol a kamarai presztízs életműdíjat adták át, amelyet sajnos már csak posztumus elismerésként lehet említeni, ugyanis a vállalat tulajdonosa Vörös Gyula 2020. november 11-én elhunyt. Vörös Gyula hatalmas elhivatottságával és vállalkozói szemléletével hozta létre a rábaközi családi vállalkozást, termékeik pedig már a világ három kontinensén, sok országban elérhetők. Az itt készült matracokat és hálószobai termékeket az elmúlt 26 évben már számos hazai és nemzetközi díjjal jutalmazták. Most, mikor róla kell megemlékezni, az első gondolatom az, az ember, aki két lábbal a földön állt, és erre nevelte a gyermekeit is. Az ember, akinek a kimondott szó mindig az volt, amit gondolt, akinek a kimondott szó egy aláírt szerződés jelentett akkor is, hogyha nem került az papírra, hisz mindig tartotta magát a megállapodásokhoz és az ígéretekhez. Pintér Péntek Imre a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, ez az életműdíja a kamara legrangosabb elismerése. Ezt az életműdíjat akkor szoktuk odaítélni valakinek, hogyha egy váltáshoz érkezik. És mindig büszkén mesélte nekünk, hogy, hogy a két fia beállt a cégbe, most már minden abban az irányban áll, hogy, hogy visszavonul, és nyugdíjas éveiben a szeretet feleségével utaznak, jól lézik magukat. Az élet sajnos átírta a terveket, Vörös Gyula még elvégezte a vállalat legnagyobb beruházását, amelynek köszönhetően új és modern eszközökkel fejlődött a biotextima. A díjat Vörös Gyula két fia vette át, akik egyébként a cégvezetést is megörökölték. Ifjabb Vörös Gyula megható beszédében elhangzott, készültek a generációváltásra, de nem ebben a formában. Ha vele gondolok, hogy édesapám állna itt, azt gondolom először édesanyámnak mondanak köszönetet, aki mindvégig társa volt a munkában is, mellette volt, hosszú évekig együtt dolgoztak, együtt dolgoztak a vállalkozás építésén, anyu mindenben támogatta őt, hogy az elképzelését megvalósítsa. Céljainak elérésében a tágabb környezete is támogatta, így most köszönetet kell mondanom a Biotextima Kft. valamennyi dolgozójának. Elhangzott az is, hogy a vállalkozást a két testvér az édesapjuk által megteremtett szellemiségben vezeti tovább.